Ez maga a katalizátor. A katalizátornak van ilyen színe, a film katalizátornak. Kémiában a katalízis az, az egyik legalapvetőbb jelenség, csökkenti a reakciónak az aktiválási energiát, ezáltal gyorsítja a reakciót. Vannak olyan reakciók is, amik bár papíron végbe mehetnének, de katalizátor nélkül egyáltalán nem játszódnak le, csak akkor játszódnak le, hogyha megfelelő katalizátorok reagál az egyik kiindulási anyaggal és képzi belőle a megfelelő terméket. Ez egy nagyon komplex molekula, sok érzékeny funkciós csoport van rajta, és az az oxidáció, amit elvégzünk, az arra alkalmas, illetve a katalitikus folyamatok arra alkalmas, hogy ilyen pici változás, mint hogy ide egy darab oxigénatomot beépítünk a molekulába. Viszont ez a változás a gyógyszerkémiai szempontból nagy jelentőséggel bírhat. Úgy hajtjuk végre ezt az oxigén beépítést, hogy semmilyen más funkciós csoport nem változik a molekulánkon. Az organokatalízis kutatócsoport nem teljesen ilyen néven, de a 2001-ben alapult. Találtunk egy olyan katalizátor családot, amit mi írtunk le elsőként. Amikor mi ezt a katalizátor családot kifejlesztettük, az érezhető volt, hogy ez egy nagy versenyhelyzet. Hasonló katalizátorokat párhuzamosan még 2-3 kutatócsoport is leírt abba az időbe, de a mi katalizátorunk tűnt a legsikeresebbnek, ez kis különbségeken múlt. Annyira sikeresnek tekinthető, hogy a 2005-ben megjelent közlemény mind a mai napig egy rendkívül gyakran olvasott közlemény. Ez abból is látszik, hogy közel 1000 független hivatkozással rendelkezünk erre a közleményre. Ekkor kezdődött gyakorlatilag az organokatalízis felfutása, amikor nem telt el úgy nap egy időbe, hogy ne jelent volna meg újabb közlemény ezen a tématerületen. És azok az úriemberek, akik a Nobel-díjat kapták 2021-ben, ők akkor kezdtek el ezzel aktívan foglalkozni. Benjamin List nevéhez, illetve David McMillan nevéhez köthető. Az én esetemben az organokatalízist arra használjuk, hogy úgynevezett királis molekulákat hozzunk létre. Az egyik szénatomhoz 4 eltérő funkciós csoport kapcsolódik. Van egy másik hasonló molekula. Ugye látható, hogy egyszerű forgatási műveletekkel ezeket fedésbe tudom hozni. Ha 2 funkciós csoportot felcserélünk, akkor már ilyen forgatási, eltolási műveletekkel ugye nem tudjuk őket fedésbe hozni. Látható, hogy egymás körképi párját sikerült létrehozni. Ez azért fontos, mert a szintézisünkhöz csak az egyik enantiom erre van szükségünk. És ezt az organokatalízis segítségével tudjuk elérni. Amiért egy új paradigmaként tekintünk rá a katalízis világába, az azért, mert eddig korábban enzim, illetve szervetlen vegyületeken, vagy még inkább mondjuk úgy, hogy átmeneti fémeken alapuló katalizátorokat használtak. Az enzimatikus rendszerek sokszor nagyon érzékenyek, az átmeneti fém katalízis az bányászott, nem megújuló forrásból van, ennek ez a kihívása. Az organokatalízis a sokszor megújuló forrás, tehát például van, amikor természetes vegyületekből kiindulva, aminosavakból, ami az emberi fehérje építője kiindulva állítanak elő katalizátorokat, és valamilyen szinten próbálta egymásba ötvözni a 2 rendszert. Az egyik, hogy olyan kicsi, egyszerű rendszer akart lenni, mint a fémorganikus katalízis, sok szempontból olyan hatékony is. Másrészt volt egy ilyen bioinspirált megközelítés, hogy valójában ezek mikroenzimeknek tekinthető vegyületek legyenek. Ezek megtalálhatók minden élő szervezetben, és ők az egyik leghatékonyabb, ellenben sok esetben a legnehezebben hozzáférhető katalizátorok. Sok esetben úgy indult az organokatalizátorok fejlesztés, hogy nézték az enzimek kötő zsebét, azt a kis részletét, ahol valójában az enzimek nagyon hatékony módon megvalósítják a kémiai átalakításaikat, és az ott lévő csoportokat próbálták lemásolni, megérteni, hogy mit csinálnak az enzimek, majd csak a fontos aktiváló részeket próbáltuk beépíteni. Most egy eljárás fejlesztésen dolgozunk, amiből hamarosan szabadalmi oltalmat tervezünk benyújtani. Éppen ezért nem mondhatok nagyon sokat róla, de annyit mondhatok, hogy történt egy katalizátorfejlesztés a csoportunkban. Újfajta reaktivitást találtunk, amit nem vártunk. Sokkal aktívabb, sokkal kevesebb elég belőle a reakcióhoz. Egy adott vegyületre szelektív, és
más dolgokat pedig békén, hogy nem reagál. Újat és izgalmas felfedezést is nehéz csinálni a szerves kémiában, de olyan felfedezést, ami még iparilag is jelentős, az meg egy teljesen más szint. Remélhetőleg, ha működik, épp hogy csak néhány csepp lesz szükséges, hogy beinduljon a reakció. És láthatjuk, egy enyhe pezsgés indul be, aztán egészen hevessé is vált. Egyébként most érzem a kesztyűmmel, hogy egy kicsit melegszik is, de ez abszolút pozitív. Most a következő lépés az analitika. Sokszor a katalízis fejlesztésnél az az egyik kihívás, hogy új kémiai átalakíthatóságokat valósítsunk meg, amit máskülönben eddig nem lehetett megvalósítani. Létre tudjunk hozni olyan új kémiai anyagokat, amit máskülönben nem lehetett. Ez volt akkor az előző, ez DMF-es, ez pedig a mostani. Egészen van ez közel a reakció. Ez majdnem lement. Ez jó, hogy fél órát? Egy fél órát hagyunk még neki, és nem megyünk, megnézzük. Igen, ez a két reakció, ez a fotokatalizátorral megy, bevilágítjuk a zöld leddel, és az létrehozza a megfelelő körülményeket a reakcióhoz. A fotokatalízis az egyelőre vékony réteg alapján működik, és most éppen a metingben lévő egyik indolalkoloid előállításán próbálkozunk. A fotoredox katalízis az organokatalízis egyfajta továbbélésének is tekinthető, vagy módosulásának. Itt van egy plusz résztvevő, ami a fény, ami lehet látható, amit látunk minden nap, vagy lehet az UV-fény is, ami a lebarnulást, rosszabb esetben a leégést fogja okozni. Ja, megnézzük, ez egy viszonylag gyengébb LED ennél, de már ebben is a fotokatalizátor tartalmazó sárga oldat már is barna, ami azt jelenti, hogy elindult a reakció. A potenciális jövőbeli Nobel-díjas témák között pedig megtalálható további katalitikus átalakítás, és ilyen lehet ez az úgynevezett fotokatalízis vagy fotoredox katalízis, aminek a fejlesztésével és alkalmazásával foglalkoznak nálunk is a laborban. Szűk egy éve jelent meg ez a cikk. Hát lényegében ők is sikeresen előállították a beta-karbolin vázat, viszont ők ezt a vázat máshogy állították elő. Eléggé nagy a verseny ezen a területen. És ezt ide fellógatta magamnak, hogy ha rápillantok, akkor mindig ez eszembe jusson, és kicsit ösztökéljen, hogy dolgozzak, és gyorsan dolgozzak.